Csak nem három hónap vakáció után újra élet költözött az iskolákba. Több bizonytalansági tényező után, de megkezdődött a 2022-2023-as tanév. Egyik ilyen például az utóbbi időszakban felmerült tanárhiány. Iszák Tibor, a Nemzeti Pedagóguskar Kar elnök helyetese 35 perc című műsorunkban azt mondta, a kormány legutóbbi intézkedése átmenetileg megoldja a problémákat, de ki kell dolgozni egy hosszú távú tervet a jó színvonalú pedagógus utánpótláshoz. Vannak helyek, ahol küzdeni kell, vannak helyek, ahol problémák vannak. Az, hogy most a a pedagógus helyzet hogyan fog változni, az természetesen függ attól, hogy hányan fognak ki lépni a rendszerből. Azt is tudjuk, hogy a gyelögedett társadalmi réteg most a pedagógus társadalom, az 50 és 60 év közöttiek kb. a 60 ezer fős létszámot tesznek ki, tehát nagy valószínűséggel innen sokan fognak távozni de bízunk abba, hogy különböző intézkedések, mint most jelenleg is, ami a nyugdíjasoknak lehetővé teszi a továbbfoglalkozását, meg a foglalkoztatását is kedvező körülmények között, mert megkaphatják a nyugdíjas, a nyugdíjat is, illetve a fizetést is. Ez egy nagyon fontos lépés volt, azt gondolom. Pillanatnyi problémát kezel viszont. Ennek a hosszabb távú feladat megoldása szerintem az lesz, hogyha sikerül majd kellő létszámú fiatalt életerős hölgyet és urat behozni majd a rendszerbe, akik minták lehetnek majd a felnevelő nemzedék számára. Az elnök helyettes hangsúlyozta, vissza kell állítani a pedagógus pálya presztízsét, mint mondta, a hivatás tudatot kell erősíteni a pályakezdőknél, a bérezést pedig teljesítmény alapon kell meghatározni, ehhez pedig meg kell szervezni az intézmények belső ellenőrzését. Az idei tanévben nehézséget okozhat az elszabadult energiaár is. Iszák Tibor szerint azonban az iskolák úrá tudnak lenni a helyzeten. Sokan azt gondolják, hogy az iskolában megoldás lenne, ha fával tüzelnének. Azt gondolom, hogy nem gondolják ezt végig. Kellő mértékben az sokkal nagyobb energia lenne egyszer az, illetve talán többe is kerülne. Biztos vagyok abban, hogy a, a, az intézmények fenntartása állami feladatként finanszírozva lesz. Az, hogy most ö, lesznek fennakadások, vagy nem lesznek, ezt nem hiszem, hogy nekünk kell eldönteni, ezt majd a fenntartó látni fogja, a szülők és mi pedagógusok, vagy, mint a gyerekek. <kül> nekünk az a feladatunk, hogy a ránk bizott ö, dolgokat lássuk el. Nem hinném, és legalábbis nagyon bízok abban, nem fog ez előfordulni. A Nemzeti Pedagógus karelnök helyettese abban bízik, hogy a csütörtökön indult tanév eredményes lesz. Iszák Tibor úgy látja, jó döntés volt az oktatási ügyek irányítását a belügyminisztériumra bízni. Eddigi tapasztalatai alapján a tárca nyitott az új irányokra, és felelősséggel tekint az ágazatra.